tessék szépségem, adhatok még valamit anyja? Nagyon jó fej, ismered? Hát dehogy! Laura, tienes que saber que mi amor no es falso. Mi a fenét keresünk ebben a lebújban? Figyelj, nézz körül! Micsoda cica babák! Elnézést! Van kedve táncolni? Tú eres muy bonita. ¿Te gusta bailar conmigo? Tetszik, hogy mozogsz. Igen? Úgy nézel ki, mintha valami problémád lenne. Bánt valami? Pedig szerintem kemény srác vagy. Igen, úgy látom, nagyon kemény vagy, tudod? A látszatcsal. Gyere te, Bika, nem jössz táncolni? Csöröghetnénk. Táncolj egyedül, én nézlek. Nem engeded el magad egy kicsit. Ülj le. Nem érzed itt jól magad? Mi a baj, Bucs? Te tehetséges vagy, kezdhetnél valamit. Ha megjön az eszed, kereshetnél egy kis pénzt. Fordíts hátat ennek az életnek. Úgy élek, ahogy akarok. Nincs semmi más, amit csinálhatnék. Hallottál már Pablo Picasso-ról? Hallottam. Picasso azt mondta, hogy a művészet a csalás legkifinomultabb formája. Úgy értette, hogy ez mind baromság. Egy darab papír, vagy a vászon és a festék pár dollárért megvehető. A végtermékért viszont milliókat is megadnak. Igen? Igen. És mi kifogásod van a milliók ellen? A milliók ellen semmi. Csak az a helyzet, hogy ez azt jelenti, hogy valami hiba van a rendszerben. Mondok valamit, az emberek szeretnek másokat irányítani, igaz? Ez engem hidegen hagy, de a pénz jó dolog. Nagyon jól tudom, mit jelent a nincs. 8 évig úgy gürisztem, mint egy állat. Látod ott azt a dögös csajt? Mindjárt meg kell félem.